Egyes kivételekkel az adatkezeléseket be kell jelenteni az adatvédelmi biztoshoz. Az intézmény a 70-es évekből származik, az adatvédelmi jogszabályok első generációjával jelent meg akkor, amikor egy országban még csak 5 vagy 10 nagy adatbázis volt, és ezeket kellett bejelenteni ebbe a bizonyos nyilvántartásba. Már azonban elavult, felesleges, igazából nem segíti az adatvédelmi felügyelő szervek működését, adatkezelők százezreinek kellene bejelentést tenni ebbe az adatbázisba. Jogszabály előkészítő sajnos meg sem próbálta a túlbürokratizált szabályozást oldani, sőt, ezen túl még fizetni is kell a funkció nélküli nyilvántartásba történő bejelentkezésért, újabb költségeket és bürokratikus terheket okozva a jogot követni kívánó vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. A nyilvántartás szabályozása tehát változott, de nem a jó irányba. Ez a javaslat második általános jellemzője, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyrészt marad a régi, ám ahol javul a helyzet, ám ahol változás van, ott sem javul a helyzet, sőt bizonyos pontokon egyértelműen romlik, engedjenek meg erre is pár példát. Először, az adatvédelmi biztos helyett a javaslat autonóm hatóságot állít föl. A miniszterelnöki jelölés nyilvánvaló módon csökkenti a függetlenséget, amely mind az adatvédelem, mind az információszabadság és az érzékeny titokfelügyelet területén elengedhetetlen. Nagyobb a bizalom az olyan tisztviselőben, akit a parlament különböző erői konszenzussal választanak. A parlament választ például az Egyesült Királyságban vagy Németországban, de Albániában, Szerbiában vagy Moldovában is, tisztelt hölgyeim és uraim. Másodszor, új szabály, hogy az intézmény bírságot szabhat ki, maximum 10 millió forintot. Soknak hangzik ez a magánszemély számára, de tisztelt hölgyeim és uraim, ennek a hivatalnak a világ legnagyobb cégeit kell ellenőriznie, amelyek költségvetésében ez az összeg elenyésző. Néhány példa a kiszabható bírságok maximumára, forintra átszámolva az összegeket: Szlovákia 90 millió, Csehország 110 millió, Spanyolország 160 millió, Portugália 268 millió, Olaszország 320 millió. Érthetetlen a javaslat által alacsonyan meghatározott összeg, amely a globális nagyvállalatokra nem jelent visszatartó erőt. Harmadszor. A javaslat bevezetné a hatóság által végzett adatvédelmi auditálást, államtitkár úr említette is ezt. Lényege, hogy a hatóság pénzért megvizsgálja, jogszerű-e az adatkezelés. Szülőhazájában, Németországban sem vált ez egyébként működő intézménye, de ez a kisebb baj. A nagyobb, hogy a javaslat modellje szerint a hatóság határozza meg az audit szempontjait, majd ő végzi a pénzért az auditot, és végül ő ellenőrzi a saját maga által auditált szervezetet. Vagyis meg lehet majd vásárolni a pozitív vizsgálati eredményt. Ez a korrupció melegágya, tisztelt hölgyeim és uraim. El tudják képzelni azt, hogy a hatóság a vizsgálat során saját korábbi értékelését felülbírálja egy olyan adatkezelőnél, amelynek pénzért szolgáltatást nyújtott. Nem véletlen, hogy egyes adatvédelmi szervek, például a holland, még a konzultációs beadványok fogadását is ugyanezen okból megszüntette az utóbbi években. Ez a rendelkezés nem csak végig gondolatlan, hanem kifejezetten veszélyes és káros. Negyedszer. A hatóság felállításának dátuma javaslat szerint 2012. január 1-e. Kötelességem felhívni a figyelmüket arra, hogy az EU adatvédelmi irányelve szerint ez sérti az adatvédelmi biztos, mint létező felügyelő hatóság függetlenségét, ami kötelezettségszegési eljáráshoz fog vezetni Magyarország ellen. A bizottság és a bíróság kénytelen lesz végigvinni ezt az eljárást, mivel hogyha nem így tenne, vagyis engedni egy létező adatvédelmi intézmény átmenet nélküli megszüntetését, akkor ezentúl bármely európai kormányzat, amely nem elégedett valamelyik adatvédelmi biztossal, egyszerűen átszervezheti a hivatalát. Ez az irányelvben foglalt, az utóbbi években az EU bíróság gyakorlata által kiterjesztett függetlenségi követelmény végét jelenteni. Kérem tehát önöket, ne fogadjanak el olyan rendelkezést, amely tudottan sérti az Európai Unió jogát, mert ezzel az országot állítják majd pellengére Európa előtt. Hozzáteszem, hogy az új alaptörvény erre nem kötelezi önöket, hiszen az alaptörvény római 6-os cikk 3. bekezdése szerinti független hatóság fogalma az irányelvből származik, vagyis a hatályos adatvédelmi biztos minősül független hatóságnak az irányelv rendszerében, és ilyen formán értelmezéssel az alaptörvény rendszerében is. Az itt említettek, tisztelt hölgyeim és uraim, csak példák.
A szabályozás nagyobb részben már születésekor elavult, ahol pedig a jogalkotó változtat, végig gondolatlanul teszi azt. Ha elfogadják ezt a javaslatot, az kárt okoz majd a magyar gazdaságnak, felesleges bürokratikus terheket a vállalkozások százezreinek, és a végén elbukik majd az EU bíróságon presztízsveszteséget okozva az országnak is. Az a javaslatom, hogy az előterjesztő dolgozza át ezt a törvényjavaslatot, tisztelt képviselő hölgyeket és urakat pedig arra kérem, hogy jelen formájában ne támogassák azt szavazataikkal. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megadom a szót Gajda Róbertnek, az Emberi Jogi Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az Emberi Jogi Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság tagjaként ezúton tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a bizottság a T/3586-os számon benyújtott az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényjavaslatot megtárgyalta, és azt 13 igen és 3 nem arányában általános vitára alkalmasnak találta. Először is engedjék meg, hogy egyetértésemet fejezzem ki azon képviselőtársaimmal, akik üdvözlik a törvény elnevezését, hiszen ezzel a kormány kifejezte egyértelmű szándékát, hogy a hangsúly az állampolgárok védelmén van. Egyetértek azokkal is, akik szerint az ombudsmani adatvédelmi rendszer szerencsés és kívánatos, hogy hatósági ellenőrzés váltsa fel az alapjogvédelem ezen területén. Úgy vélem, ennél magasabb szintű védelem nem igen létezhet emberi jog érvényesülésének védelmére, ráadásul ezen védelmet egy autonóm, független szerv fogja ellátni a jövőben. A törvényjavaslat a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett a közügyek átláthatóságát tűzte ki célul, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéshez fűződő jog érvényesítésének biztosításával. A hangsúly itt a közérdeken van, hiszen minden magyar állampolgár érdeke a közérdekű információhoz való jutás, vagy ahogyan az Alkotmánybíróság határozatában fogalmaz, a közérdekű információhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviseleti testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését. Természetesen a közérdekű adatok megismerésének vannak korlátai, mely korlátokat a javaslat pontosan, precízen rendezi, ám kormánypárti képviselőként alapvető érdeknek tartom, hogy a közügyek terén tiszta, átlátható viszonyok uralkodjanak, nem csak azért, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében a közpénzek a közcél szolgálják és alapvetően jó helyre kerülnek, hanem azért is, mert azt szeretném, hogy a felnövekvő generációkban egy egész más államkép alakuljon ki. Ez a törvényjavaslat a közélet átláthatóságát szolgálja, a korrupció visszaszorításának pedig ez az egyik lehető legjobb eszköze, ezért kérem, támogassák a javaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben. Ezek közben 2 perces hozzászólásokra nincs lehetőség. Elsőnek megadom a szót Demeter Zoltán képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az Emberi Jogi Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság tagjaként az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvényjavaslat vezérszónokaként az előttünk fekvő törvényjavaslat alapjogi aspektusairól szeretnék, illetve kívánok szólni. Tisztelt országgyűlés! Úgy vélem, már a törvény elnevezése is önmagában sokat mondó, hiszen az információs önrendelkezési jognak, mint az alkotmányos személyi adatvédelem aktív jogkénti felfogásának elvi felvetése, ez először egy
alkotmánybírósági határozat külön véleményében került megfogalmazásra, majd 1991-ben az úgynevezett személyi szám határozatban vált az alkotmánybíróság hivatalos álláspontjává. Az értelmezés lényege, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével szabad, és mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás egész útját, azaz mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor és milyen célra használja fel az ő személyes adatait. A törvény elnevezése jelzi továbbá azt, amit a törvény céljában is megjelöl, jelesül, hogy egyensúlyt kíván teremteni a között, hogy az állam tartsa tiszteletben a természetes személyek magánszféráját, ugyanakkor a közügyek átláthatóságának megteremtésével egy tisztább kép lehetőségét kapják az állampolgárok a közéletről, ha úgy tetszik, a korrupció ellenes harc egy mérföldkövének is tekinthetjük a javaslat szabályozását. Tisztelt Országgyűlés, amikor információs önrendelkezési jog gyakorlásának a feltételéről beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy a legfontosabb garancia a célhoz kötöttség. Ez pedig azt jelenti, hogy személyes adatot feldolgozni csak pontosan meghatározott és jogszerű célra szabad az információs önrendelkezéssel kapcsolatban. Az alapjogi szempontokról szólva megemlíteném, hogy az új alaptörvény 6. cikke rendelkezik az adatvédelemről, mégpedig a következőképpen. Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott független hatóság ellenőrzi. Az alaptörvény idézett rendelkezéséből is kiderül, hogy a jogalkotó célja a személyes adatok védelme és közérdekű adatok megismerése területén teljesen egyértelmű, a jövőben adatvédelmi biztos helyett független hatóság végzi az ellenőrzést. Az elektronikus adatfeldolgozás rohamos fejlődése következtében, valamint a modern állam funkcióinak növekedése miatt egyre több adatának a nyilvántartásának, kezelésének követelménye jelentkezik. A veszélyt pedig elsősorban a személyekkel kapcsolatos adatok összekapcsolása, illetve azok ellenőrizhetetlen felhasználása jelenti. Mindezekre tekintettel mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy az adatvédelem ombudsmani szintű kezelése nem elegendő, és ebben minden híresztelés ellenére talán konszenzus alakult ki a parlamenti pártok között. Természetesen a részletszabályokon lehet vitatkozni, arra minden esetre felhívnám a tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy a szabályozás alapján a hatóság független, csak törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyástól mentesen látja el. S a hatóság elnökét a köztársasági elnök nevezi ki 9 évre, még kormányzati cikluson átívelő kinevezés, és véleményem szerint ez tovább növeli a szerv függetlenségét. Tisztelt Országgyűlés, tegyük fel a kérdést,
hogy mi különbözteti meg a hatóságot a többi szervtől. Leegyszerűsítve az a válasz adható, hogy a bírságolási jogosultság. A nemzeti együttműködés rendszerének adatvédelmi politikájának komolyságát bizonyítja ennek az eszköznek a bevezetése. A jövőben a hatóság valódi hatósági jogosítványokat kap, így amennyiben a bejelentést megalapozottnak tartja, hatósági eljárást is indíthat az adatvédelmi jog érvényesülése érdekében. Az ombudsman fő fegyverének tartott nyilvánosság továbbra is a hatóság rendelkezésére áll, amellyel remélem élni is fog. Természetesen a bírságolás csupán egy eszköz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság kezében, emellett számos feladatot kell ellátnia a törvényben meghatározottak szerint, úgy mint vizsgálatok lefolytatása, adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatása, titokfelügyeleti hatósági eljárás lefolytatása, és aztán a bírósághoz fordulhat, perbe avatkozhat, nyilvántartást vezet, ezek mind-mind a hatóság feladatát képezik a teljesség igénye nélkül. Tisztelt Országgyűlés, ahogy felszólalásomban említettem, a fő alkotmányos kérdés a személyiségi autonómia részét képező adatvédelem, másrészt a modern kormányzati tevékenység ellátásának alapvető feltételét jelentő nyilvántartások követelményeinek összhangba hozatala. Úgy gondolom, hogy ennek az összhangra törekvésnek a törvényjavaslat teljességgel eleget tesz, és ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, az MSZP képviselőcsoport jelezte, hogy frakciójuk álláspontját két vezérszónok fogja ismertetni. Elsőnek megadom a szót Steiner Pál képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, államtitkár úr, tisztelt Országgyűlés. A magyar köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és személyes adatok védelméhez való jog. Ez az idézet a még hatályos a Magyar Köztársaság alkotmányából származik. Az alkotmány mellett a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló adatvédelmi törvény ma még szigorú és következetes, európai mércével is mérve magas szintű védelmet biztosít a személyes adataink számára. Az Alkotmánybíróság az elmúlt években több határozatban elvéle rögzítette, hogy a személyes adatok védelméhez való jognak, mint információs önrendelkezési jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az előttünk lévő törvényjavaslatra vonatkozó véleményünk kialakításakor nem mellőzhetjük azoknak az alkotmányos garanciáknak a felidézését, amelyek mindeddig érvényesülni kellett a valamely adatkezelési szabály esetén ahhoz, hogy a szabályozás kiállja az Alkotmánybíróság próbáját. Idézzük fel, melyek a legfontosabb követelmények. Személyes adatot felvenni és felhasználni általában csak az érintett hozzájárulásával szabad. Kivételesen törvény elrendelheti a személyes adat kötelező kiszolgáltatását, előírhatja felhasználás módját is, ilyen törvény azonban, mivel korlátozza az információs önrendelkezési jogot, csak akkor alkotmányos, ha nem korlátozza az alapvető jog lényeges tartalmát, egyébként pedig a korlátozás elkerülhetetlen és az elérni kívánt céllal arányban áll.
Az információs önrendelkezések gyakorlásának feltétele és garanciája a célhoz kötöttség, ami azt jelenti, hogy a személyes adatot feldolgozni csak pontosan meghatározott és jogszerű célra szabad, amelyet törvényben kell szabályozni. Végezetül mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, hogy ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Képviselőtársaim, nem változnak és nem változhatnak az imént felsorolt követelmények. Az önök új alaptörvénye szerint sem. Nem változnak abban az értelemben legalábbis, hogy a 6. cikk szerint mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A különbség, a nem lényegtelen különbség abban van, hogy a személyes adataink védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát biztosító törvény elfogadásához az önök alaptörvénye szerint már nem kell a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazata. Elég a fele. A személyes adatainkat már nem kell kétharmados garanciákkal védeni. A személyes adataink helyett az adatvédelmi ombudsman helyében lévő, nyilvánvalóan, szintén idézőjelben, pártsemleges, 9 évre kinevezett hivatalvezetőt és a hivatalát kell védeni. A hivatal az, amit önök sarkalatos törvénnyel kívánnak létrehozni. Ahelyett tehát, hogy a törvény az alapvető jogokat biztosító garanciákat védené kétharmados törvénnyel, ezentúl majd a hivatalt és annak kinevezett vezetőjét védi. El kell mondani, hogy a hivatal vezetőjéhez telepített hatáskörök nagy része megfelel az eddigi, a független adatvédelmi biztos számára törvényben biztosított hatásköröknek, és eszközei is hasonlóak. Ha ez így van, akkor már csak egy kérdés marad. Mi végre kellett akkor megszüntetni az adatvédelmi biztos intézményét? Talán azért, mert a jelenlegi adatvédelmi biztos személye nem felel meg önöknek. Vagy talán azért, hogy 2020-ig a jelenlegi miniszterelnök által kiválasztott és a jelenlegi köztársasági által kinevezett személy töltse be a hivatal vezetői tisztséget. Tudjuk erre a választ, és már nem csodálkozunk. Az Alkotmánybíróság után az ombudsmani rendszer szétverése a következő lépés a jogállam leépítésébe az önök logikája szerint. Az előttünk fekvő törvényjavaslat sok szempontból megtartja a hatályos szabályozást. Ugyanakkor vannak olyan tartalmi változások, amelyeket nem lehet szó nélkül hagyni. Azért nem lehet szó nélkül hagyni ezeket, mert alkotmányellenesek, ellentétesek az alaptörvénnyel, ellentétesek a közösségi jog és a nemzetközi jog szabályaival. A törvényjavaslat 6. paragrafusa azt mondja, hogy a személyes adat törvényi rendelkezésen vagy az érintett hozzájárulásán kívül akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. És ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez függődő jog korlátozásában arányban áll. Felidézem a rendelkezést, hát ha nem olvasták el, kormánypárti képviselőtársaim. Az első eset az, amikor a személyes adatok kezelését nem törvény írja elő, hanem ahhoz az érintett hozzájárulása kellene. De az érintett hozzájárulásának beszerzését lehetetlennek tartja az a harmadik személy, akinek az adatra jogos érdekének érvényesítése céljából szüksége lenne. Egy feltételt ír ehhez elő a javaslat. Mégpedig azt, hogy a harmadik személy jogos érdeke fontosabb legyen, mint a személyes adat védelméhez való jog. Csak azt kérdezem, ki fogja megítélni, hogy az ő érdeke fontosabb,
mint az én személyes adataimhoz védelméhez való jogom. Nyilván az a szerv, amelyik a személyes adatomat a harmadik személynek továbbítja. Az is világos, hogy az adat továbbításról sem fognak engem tájékoztatni, mivel az is drága lenne. Mi az, ha nem alkotmány ellenes a rendelkezés, amely azt mondja, jogos érdekből valaki megszerezheti a személyes adataimat hozzájárulás nélkül, mert neki túl drága volna a személyes adataim megszerzése. Mi a túl drága? A postai levél, vagy bármilyen más érdeklődési forma? A törvényjavaslat nem áll meg annál, hogy a személyes adataimat törvényi rendelkezés vagy a hozzájárulásom nélkül engedi meg felhasználni. Kilátszik a farkas mancsa. A törvényjavaslat ugyanis azt is megengedi, hogy a jogi kötelezettség teljesítése vagy a harmadik személy jogos érdeke szerint a különleges adatainkat is kezeljék hozzájárulásunk nélkül. Még egyszer olvassák el, tisztelt képviselőtársaim, ez van a törvényjavaslatban. Ha valakinek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megszerezze és kezelje az én vagy az önök faji eredetére, nemzeti etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményére vagy pártállására, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésére, érdekképviseleti szereti tagságra, vagy szexuális életére vonatkozó személyes adatát, nos, akkor ezt az adatot kezelheti, és nem kell érte neki sehova elutaznia. Az egészségi állapotokra, kóros szenvedélyükre, a bűnügyi személyes adatokra ugyanilyen szabály vonatkozik. Ezeket az adatokat is megismerheti az adatkezelő, ha a rávonatkozó jogi kötelezettség miatt oldhatatlan vágyat érez az iránt, hogy különleges adatunk birtokába legyen, de ne kelljen neki ezért túl sokat fáradnia. Önök nem aggódnak? Önök tudnak magyarázatot arra, hogy ha egyszer nem törvény rendel el adatkezelést, akkor miféle jogi kötelezettség lehet az, amely a személyes adatoknak a hozzájárulás nélküli beszerzés nélküli kezelését igényli. Ez egyszerűen átlátszó. Ebből Kubatov lista, törvényellenes nemzeti konzultáció, a nemzeti konzultáció szintén idézőjelbe, sőt, a rendelkezések révén nemzeti nyilvántartás lesz. És a sor még nem ér véget. A dicső hatodik paragrafus tovább is folytatódik. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerül sor, az adatkezelő további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti azt. Tessék mondani, akkor minek szórakozunk az érintett hozzájárulásával? Ha mit se számít, hogy megadta, vagy ha megadta, de később visszavonta-e? Az indoklás jogharmonizációs kötelezettségre hivatkozik akkor, amikor az új, a se nem nem törvény, se nem nem hozzájárulás tartalmú adatkezelési jogalapot bevezeti. Ez mese. A helyzet ezzel az állítással szemben az, hogy a törvényjavaslat minden olyan garanciát nélkülöz, amely elengedhetetlen az alkotmányos és közösségi jognak is megfelelő szabályozásához. A közösségi jogi szabály ugyan harmonizációt igényel, de nem azt, hogy a nemzeti jogtól függetlenül a magyar jogrendszer szabályhoz nem illeszkedő módon emeljék át szabályait. A kormány nem vette a fáradtságot ahhoz, hogy figyelembe vegye az általuk hivatkozott irányelv alapelvi rendelkezését is, miszerint az adatvédelmi jogszabályok közelítése nem vezethet az általuk nyújtott védelem szintjének csökkenéséhez, sőt, magas védelmi szintet kell biztosítson a közösségen belül. Az alapvető szabadságok gyakorlásának biztosítása lehet az irányelv szerint az a mérce, amelynek megfelelően az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos önrendelkezési joga korlátozható. A baj az, hogy a törvényjavaslat erre a követelményre sincs tekintettel. Nem elég azt állítani, súlykolni, hogy jogharmonizációról van szó, ezért minden úgy van jól, ahogy van, ez nem igaz. A törvényjavaslat jelenlegi szövege nem jó másra, mint a személyes adatokkal való visszaélésre. Nem gondol az előterjesztő arra,
hogy ezek a szabályok az ő személyes adatait sem fogják megvédeni, akkor most szólok. Szólok, mert nagy kár elrontani egy fontos törvényt ilyen rendelkezésekkel. Mi magunk részéről módosító javaslatokkal törekszünk a hibák kijavítására, nem sok kétségem van afelől, hogy önök tárt karokkal várják, megfontolják és elfogadják majd ezeket a javaslatokat, mert általában így szokták tenni. Legalábbis ebben a ciklusban még nem fordult elő. Végül szeretnék megemlíteni önöknek még egyszer egy eseményt. Az Alkotmányügyi Bizottság ülésén, miközben elnök úr folyamatosan könyörgött, hogy a parlament kezdése miatt most már ne vitatkozzunk tovább, elénk tárták, szétosztották Jóri adatvédelmi biztos úr levelét. Az elnöki felvezető körülbelül